Polgármesteri fogadóra a megválasztott válaszol. Tisztelt Pester nyilván érzékelték, hogy a városban igen élénk volt az ünnepi időszak, rengeteg esemény, rengeteg rendezvény volt, aztán jöttek a csendes ünnepek, és polgármester úr kérdés az, hogy csendesen kezdődik-e az esztendő az ön számára, amikor előre tekint erre az esztendőre. Hát jó napot kívánok! Először is mindenkinek boldog új évet szeretnék kívánni a Pesterszsebeti önkormányzat, és természetesen magam nevében. Hát sosem kezdődik csöndesen az új esztendő az önkormányzat házatáján, hiszen ilyenkor mindig. A költségvetés elfogadása, illetve annak az előkészítése, ami a legfontosabb feladat, és azért ez zajjal jár téve, hiszen ilyenkor érkeznek be azok az igények, amelyek egész évben aztán meghatározói lesznek, és keretét adják a, a feladatainknak. Úgyhogy most zajlanak a csörték, hogy valóban annyi pénzre van -e szükség, amennyi az igényben megjelent, kinek tudunk adni, ki az, akinek esetleg nem szükséges mondani öm, adott esetben, úgyhogy hát ezt az időszakot éljük most, ö, remélhetőleg február 15-ével bezárólag, hiszen akkor ö, szükséges lesz elfogadni a 19. évi költségvetést. Majd arról nyilván részletesen is lesz lehetőség beszélgetni. A nagyságrend csak érzékeltetésül, hogy lehessen tudni, hogy mekkora összegről döntenek, az hasonló a tavalyihoz. Igen, ez a, a tavalyi évit elérő, talán kismértékben meg, meghaladó lehet, ez ilyen 10 milliárd körüli nagyságrendről beszélünk, több-kevesebb, hát majd meglátjuk a pontos számokat tényleg néhány hét múlva. Egyébként meg viszont, amikor előre tekint az esztendőre, milyen pilléreket lát, amelyekkel már tudja, hogy feltétlenül foglalkozni kell, fejlesztési tervek házatáján, Pesterzsébeten mit céloznak meg? Hát igen, a, a, a teljes részletesség igénye nélkül egyrészt a, a 18-ban megkezdett, de áthúzódó feladatok befejezése. Ilyen például a Csili felújítása, ahol a nagyobb falatot, hogy úgy mondjam, azt már lenyeltük, de még mindig vannak kisebb részmunkák, amelyeket a 19. évben kell megtennünk. Folytatódni fog a Dunapart rekonstrukciója, itt lehet látni, hogy gőzerővel zajlik a, a fürdőnek az építése, amelynek egy része már teszt, próba jelleggel üzemel. Ehhez kapcsolódóan remélem az idén valóban a Dunaparti sétány is megépítésre kerül, hiszen a fedezete rendelkezésünkre áll befejeződhetnek itt a csónakház felújítások, és valóban egy olyan fővárosi gyöngyszem jöhet létre, amely aztán a csepeli fejlesztésekkel kiegészülve biztos, hogy, hogy itt a Délpesten egy nagy vonzó erő lehet, nem csak a pesterzsébetiek számára. És aztán hát folytatódnak olyan egyébként eltervezett, de megvalósulni nem tudó útépítésünk, mint amilyen a a Pöltemberg utcának a, a, a felújítása ennek is rendelkezésre áll, a, a fedezeteit újra kellett pályáztatnunk, úgyhogy reméljük ez is most már zökenőmentesen zajlik. A már megszokott sport létesítmények felújítása, éppen most a tegnapi folyamán, nap folyamán volt egy megbeszélésünk az MLS egyik képviselőjével, Végúdal. Euh, akivel euh, való megegyezésünk alapján remélhetőleg egy öltöző komplexummal gyalapodhat lenne az Odony utcai sporttelep. Tehát vannak olyan elképzelések, amelyekről már előzetesen döntött a képviselőtestület, és hát természetesen vannak azok a feladataink, amelyek folyamatosak, itt például a zöld felületek felújításának folytatására gondolok. Kiemelten például a Vécsei lakótelepre, ahol nem csak a lakótelep, másik úgynevezett szánkozó felüli részén lévő zöld felület kerül felújításra, hanem a, a kiszolgáló létesítmények környezete is, értem itt gyógyszertár, posta, közért környezete is, átburkolásra, javításra kerül, gondolom én sokak örömére. És hát akkor Emellett a, a beruházás és felújítási feladataink mellett vannak azok a programjaink, amelyeket ö, szeretnénk továbbfejleszteni. Éppen a bevezetőben volt szó az évvégi számtalan rendezvényről, kifejezetten sikeresnek tekintjük a. a 2018-évi karácsonyítását. Ebből adódóan ö, számítani lehet egy husvéti rendezvényre, illetve terveinkben szerepel egy kárpát-medencei napoknak a megrendezése, amely kifejezetten a határon. Ö, túlélő és tevékenykedő borászoknak a bemutatkozására adna lehetőséget. Úgy tudjuk, hogy talán ilyen még nem igazán e, volt, legalábbis itt e, Dépest környékén biztosan nem. És mind e, ezek az alkalmak e, egyben lennének kötve egy-egy ilyen kis vásárral, mint amilyen a karácsonyi volt, olyan jellegűvel, tehát nem azzal a mérettel, de olyan jellegűvel, és hát természetesen az ezekre a napokra jellemző Mindennapos kulturális programokkal és rendezvényekkel, amely sokkal gazdagabb volt 18-ban, mint, mint az elmúlt esztendőkben. És hát akkor ne feledkezzünk el róla, hogy két kifejezetten komoly kihívással is szembe kerül majd a polgármesteri hivatal, ez pedig a uniós parlamenti választás, illetve a, az önkormányzati választások októberben. Ez azért meghatározza szerintem a jelenlegi képviselőtestületnek is a, a dolgokhoz való hozzáállását, meg hát személy szerint nekem is, hiszen érintett leszek, indulok, mint. Polgármester jelölt, és egyáltalán nem mindegy ennek az évnek a megtervezése szempontjából, hogy a feladatainkat hogy végezzük, mert ugye arra senki mérget nem vehet, hogy újra ugyanabba a székbe kerül, természetesen én sem. Ezért szeretném, hogyha azok a munkák, amikről most beszélgettünk, azok szeptemberig befejeződnének, hogyha váltásra kerül adott esetben a sor, akkor tiszta lappal lehessen átadni a stafétabodot ha pedig nem, akkor meg kifejezetten azért célszerű időben minden munkát úgy kialakítani, hogy az újonnan felálló képviselő testület felé be lehessen mutatni és el lehessen számolni, hogy eddig jutottunk ebben az esztendőben, ennyi összeget használtunk fel, és ez az, amivel még az év hátra levő részében, illetve a jövő esztendőben a gazdálkodást folytatni, illetve újraindítani lehet. Az előbb említette a folyamatos sport körüli fejlesztéseket, és ezért kérdezem csak úgy közbevetőleg, hogy számítanak-e arra, illetve számolnak-e azzal, hogyha esetleg felsőbb osztályba kerül az SMTK labdarúgó csapata, akkor ott lesznek feladatok. Természetesen, tehát ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, és azt sem szeretnénk, hogyha a csapat jó teljesítményének eredményeképpen ez a lehetőség megnyílik, akkor az önkormányzat azzal álljon elő, hogy nem tudja a további finanszírozást biztosítani. Úgyhogy én bízom abban, hogy a képviselőtestület egy ilyen helyzetben és egy ilyen esetben felvállalja, hogy, hogy a csapat megmérettesse magát egy magasabb osztályban. Ha egyébként nem polgármesterként, hanem mint szurkolóként teszik fel nekem ezt a kérdést, akkor azt tudom mondani, mint a környezetemben lévő ószú évtizedek óta meccsre kiáró szurkolók, hogy hát ebben az osztályban is jól érezzük magunkat, és szeretjük a csapatot, szeretjük a pályát, és azokat a körülményeket, amik ott az elmúlt években kialakultak, lehetne persze ennél jobb is, lehetne ennél modernebb is, de hát, mint ahogy annak idején a tanú című filmben volt a Magyar Narancsnál, ugye hát ez, ez a mi, mi pályánk, ahogy akkor a citrom az ő narancsuk volt, hát mi is így vagyunk ezzel. Tehát a szurkolókban nem az az igény fogalmazódik meg, hogy egy komoly és nagy minőségi ugrást lépjünk, mert látják azt, hogy a lehetőségeink anyagilag korlátosak. Magának az Egyesületnek is korlátosak a lehetőségei, nincsenek kiemelkedően nagy szponzorok. A legerősebb támogató, legyünk őszinték, az, az az önkormányzat. Tehát ebből adódóan a, a MB3-ban. Kiemelkedő teljesítmény számunkra ilyen értelemben elegendő. Azzal együtt, hogy a szurkolói szívet azért hája kenegeti, hogyha egy magasabb osztályban tudhatja a csapatát. Tehát Remélem, hogy ez sikerül, remélem, hogy a feltételeit meg tudjuk teremteni ebben az esetben, hogy a csapatot elinduljon. Hogy aztán a magasabb osztályban maradáshoz szükséges kondíciókat hosszabb távon lehet-e biztosítani, azt nem tudom, de azt viszont tudom, hogy a csapat szurkoló táborát nem fogja kétségek közé kergetni, hogyha ö, alacsonyabb osztályba folytatja, ö, vagy marad az, az egyesületünk. Um, ahogy említette az előbb a finanszírozási ügyeket Sport Egyesület házatáján, um, önnek um, mi a véleménye a TAO rendszerről? Ugye, um, egyrészt a sportegyesületi oldalról általában nagyon szeretik ezt a szisztémát, hiszen egy um, olyan forrás, ami egyébként meg um, máshonnan nem folyna be az Egyesületi Kasszába. Uh, vannak a TAO működések körül, ellentmondások, tehát az ön számára végül is a utóbbi néhány évben milyen lecsengése van ennek a TAO-nak? Az a TAO mennyiség, vagy az a keret, amit a, a, a mi egyesületünk, tehát az SMTK fel tud használni, az más ö, ö, nagy egyesületekhez mérten az, hát nem lebecsülve, de azért az egy, nem is mondanék jelzőt, inkább azt mondom, hogy az nem egy, nem egy akkora, vagy egy olyan kiemelkedő összeg. Viszont enélkül, a tavonélkül nélkül biztos, hogy jó néhány fejlesztés az elmaradt volna az elmúlt évek során. Ha a mi pályáinkat megnézzük, ugyan szégyenkezni valónk nincs, de messze nem annyira jelentősen változtak, mint a, ami az látható nagyon sok nálunk sokkal kisebb lakosság létszámmal rendelkező települése. Hát vannak olyan kisvárosok, ahol, ahol európai szintű stadionok sportlétesítmények épültek. Nincs mit szégyenkeznünk, azt gondolom, mert mi tautól függetlenül is komoly sportlétesítmény beruházásokat hajtottunk végre, akár a jégcsarnokot említem, akár az uszodát említem, akár a pályákon lévő öltöző felújításokat mondom, de még egyszer a, a tau azért a az segítség, és most tartunk ott például az uszoda kapcsán, hogy ha minden jól megy, és a vízilabda szövetség rábólint, akkor az a TAO keret, amelynek egy részét már sikerült is az elmúlt időszakban feltölteni egy külső medence megépítésére, amely végül is, mint feladat vagy mint célkitűzés elmarad, részben okafogyottá is válik, hiszen a standfűdő meg fogja nyitni a kapuit. Viszont ez a pénz, ha felhasználható lesz az uszoda felújítás karbantartására, akkor ez egy nagyon komoly, nagyon komoly segítség. Hozzá kell tennem, hogy a mi esetünkben a tao a, a, nagyobb összegű tao mint például az előbb említetthez, az önkormányzatnak kell biztosítani az önrészt, és azért ez számunkra nem egy, nem egy kis teher. Hát máshol persze, megint csak más egyesületeket, anélkül, hogy neveket emlegetnék, ott azért könnyebb adott esetben, mert van olyan a szponzor, aki ezeket az önrészeket úgymond felvállalja, és akkor így az egyesületek, akiket ez érint, nagyon komoly előrelépéseket tudnak tenni a fejlesztéseik területén. Én az összes anomáliájaival együtt azt gondolom, hogy az sportnak ez egy nagyon nagy lökést biztosított az elmúlt időszakban. Polgármester úr, egy időben Peste egy nagyon komoly projekt körül örvendeztek, aztán lecsendesedtek az öröm hullámai, ugye a felüljáró terve az először elhalt, hibernálódott, aztán újra életre kelt, amely összekötötte volna már, mint a felüljáró a durván a Dunapartot és a Pest-Erzsébeti belvárost. Ez a projekt, ez végül is ö, már a múlté? Ö, hát először is azzal kell kezdenem, hogy annak idején, amikor 2009-ben talán először pályáztunk ezzel az elképzeléssel, akkor forráshiány miatt el lettünk utasítva. A legutóbbi alkalommal ö, ugyan. Pályázaton kívül, de kormányzati külön döntés és támogatással kaptuk meg azt az összeget, amiről azt gondoltuk, hogy elegendő lesz ennek az elképzelésnek a megvalósítására. Úgyhogy ezért külön köszönet jár, azt gondolom, mert ez egy, ez egy nagyon nagy döntés volt. Tehát a mi esetünkben egy 1 milliárd forintos kormányzati támogatás az egy kiemelkedő mértékű támogatásnak tekinthető. Nem, nem nagyon tudok erre példát mondani, hogy ilyen a előfordult volna. Úgyhogy ezt a pénzt azonban nem tudtuk felhasználni, prózai okok miatt, amire az önkormányzat nem volt kellő módon felkészülve. Amikor az engedélyes kiviteli tervekkel, rendelkezve, közbeszerzésre ki tudtuk írni a, ennek a, a munkának a megvalósítását. Addigra oly mértékben e, szálltak el az árak, a, a munkabérek, illetve az a anyagárak, hogy az egymilliárdra tervezett beruházás majdnem duplájába került volna, és az önkormányzatnak ennyi része erre a célra nem volt. Egy nagyon látványos, Beruházás valósulhatott volna meg. A kezdetekben a célunk az volt, hogy egy nem csak gyalogos-kerékpáros, hanem egy közlekedési útvonalat, tehát autóval is megközelíthető lehetőséget biztosítsunk, tehát egy olyan híd épüljön, de ez már akkor. Eldőlt hogy megvalósíthatatlan, amikor maga a tervezéssel indult. Úgyhogy maradt a, a gyalogos-kerékpáros felüljáró, amelynek nagyon sok ellenzője is volt, azért ezt el kell mondanom. Mire konszenzusra jutottunk, pedig az a helyzet állt elő, amit az előbb említettem, hogy nem volt megfelelő mennyiségű a forrás. Újra a kormányhoz fordulni forrásbővítésért nem kívántunk, hiszen az már egy olyan rendkívül komoly terhet jelentett volna, amely nem biztos, hogy arányban lett volna a létesítmény által nyújtott előnyökkel. Tehát az, hogy egy két milliárd forintos, vagy azt meghaladó, mert azért a bruttó kettő és fél milliárd forint volt a legkedvezőbb pályázat, ami, ami benyújtásra került, nem biztos, hogy kihasznált lett volna annyira, mint amekkorában a beruházás került volna. És akkor egy dolog a, a beruházás, hiszen ennek az van üzemeltetési költsége is, a karbantartása, a liftekkel, stb. stb. Ez egy, azért ez egy komoly történet lett volna. Viszont azt a jó hírt most itt el kell mondanom, hogy ugyanez a terv egyelőre újra polcra került, megvan, felhasználható az elkövetkezendő időben, ha egyszer olyan anyagi kondíciókkal fog rendelkezni Pestezsövet önkormányzata, viszont az összeget az a kormányzat nem vonta el, ezért megint csak azt kell mondanom, hogy köszönjük hanem a decemberi kormányülésen azt a döntést hozták, látva, hogy a kerület számtalan fejlesztésre szorul a napi élet szintjén is, lást például járdakarban tartás vagy utaknak az építése, hogy ezt az összeget beruházásra és felújításra használhatja fel 2019-ben az önkormányzat, 2019. év végi Úgyhogy azok a feladatok, amik itt a szóba kerültek a, a beszélgetésünk során, azoknak egy részét már ebből az összegből fogjuk tudni majd finanszírozni. Polgármester úr ön rendszeresen megosztja a tapasztalatait a fővárosi közgyűlés házatájáról. Most van-e olyasmi, ami Pesterzsébeti vonatkozású, akár előre tekintve, akár a jelenre? és a fővároson keresztül, azon a platformon keresztül érdekes. Hát egy, egy dolgot tudok említeni, hiszen a BKK-tól jelentkeztek be hozzám a, a nem is a, ezen a héten a következő héten kértek egy időpontot, hiszen a hármas metró felújításával kapcsolatos ö, közlekedési változások azok, amik napirenden vannak, úgyhogy ez közvetlenül érinti a pesterzsébetieket, úgyhogy itt a a néhány busznak az útvonala meghosszabbodik. Úgy látom, hogy mindenféleképpen pozitív változás lesz ezen a területen, és pozitív a hozzáállás is, hogy ugye a kieső metrokapacitást, azt megpróbálják majd oly módon pótolni, hogy az a pesterzsébetieknek minél kevesebb bosszúságot és hátrányt jelentsen. Hát ebben az önkormányzat természetesen partner. Úgyhogy ez a legközvetlenebb, amiről így, így be tudok számolni. Hát úgy egyébként meg érdeklődéssel figyelem a polgármester társaimnak a, a 19. évhez való hozzáállását, hiszen éppen az egyikük tett valami nyilatkozatot a városháza parkolójában, ahol kijelentette, hogy ott park lesz majd az elkövetkezendő időben. Ha az rajta múlik, hát gondolom én, hogy azért a döntések a az előttünk álló időszakban is talán úgy fognak megszületni a fővárosban, hogy nem kinyilatkoztatások alapján, hanem közös döntések meghozatalát követően, vagy legalább a többség közös döntésének megfelelő módon. Köszönöm szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen a lehetőséget.